Ebbe, ebbe és ebbe is. Az Eneos motorolaj minden motorba is tökéletes. A tavalyi év drift bajnoka mellettem Bolcsik Oszkár. Gratulálunk, hogy sikerült? Köszönöm szépen. Nagyon nehéz volt, az első versenyt lefújták eső miatt, és a kvalifikáció alapján lett végeredmény. Aztán a következő volt a lóerők éjszakája, amit végigversenyeztünk, és sikerült megnyerni. Az utolsó versenyen pedig egy kölcsönautóval, a Kálózi Petinek az autójával tudtam rajthoz állni. És ezek miatt, a pontok miatt jött így össze a tavalyi év, ahogy összejött. Idén mire számítasz? Idén egy kicsit nehezebb dolgunk van, az autónak a hajtáslánca az én lábamat már annyira nem szereti, viszont a Vikiét még igen. Mert ti egy autóba ültök? Igen, egy külön-külön és különböző kategóriákba. Én megyek pro kategóriába, a Viki pedig semi-pro kategóriába, az egyen lejjebb lévő kategória, és a holnapi versenynapon is ő fog versenyezni ezzel az autóval. Te pedig mivel fogsz? Én pedig ott látható egy piros Nissan, ami igazából az edzésünket fejleszti, hogy a Vikivel párba tudjunk edzeni. Erre még sose volt lehetőség az az autó, egy jóval gyengébb autó, mint ez. Viszont nekem is szélesíti a vezetési tudásomat, és tudunk együtt edzeni. De hát ez az autó már neked az iméntiek szerint kevés? A motor erejével én meg vagyok elégedve, azt nagyon szeretem. 550 lóerő, 670 Nm ez a motor most, ez egy 4 literes V8 turbó, BMW motor van benne. Viszont a hajtáslánca az már nem bírja ezt a nyomatékot, ezzel a tapadással, meg azzal a vezetési stílussal, ahogy én autózom vele. Mit csinálsz most itt? Most itt edzünk egy nagyon jót, a holnapi versenynapra készülünk, és nagyon reméljük, hogy nem fog leszakadni az eső. Ráesik, akkor mi van? Akkor szerencsém is lehet akár, mert az az autó nincs 400 lóerő, és esőben nem jönnek ki ezek a lóerő különbségek, mint szárazon. Jó, menj egy kört, aztán még beszélünk. Köszönöm szépen. Mit köszönsz? Nem tudom. Mit köszönsz? Az interjú. Az még lesz. Még lesz. Most menj egy kört. Jó, menjünk egy kört. Nem megyünk, ha menjél. Én nem megyek. Nem jössz? Nem, minek mennél? Van sisakom pedig, jó. Nem kell. Nem kell? Szalmakalap valami? Nem? Szalmakalap minek az nekem? Hogy érezted? Jó volt nagyon. Ez a gumi, ami most az autón volt, ez egy edzőgumi. Nem ezzel szoktunk versenyezni. Ahhoz, hogy a pályát belőjük, arra tökéletes volt. Hogy a nézők is értsék, a drift, ez pontosan mi lenne? A profi kategóriában kettő autó megy a pályán egyszerre, nem időre autóznak. Egy meghatározott pályán, egy meghatározott nyomvonalat kell követniük érintési zónákkal és pontokkal. Először az egyik autó megy elől, amit a hátul haladónak le kell követnie, majd történik egy csere, és háromtagú zsűri általában, aki ezt pontozza fentről egy pontozói toronyból, és ők döntik el, hogy az adott csatába ki mennyi pontot kap, és ki jut tovább. Na akkor ez nagyon szubjektív. Hála Istennek, hogy ezen a versenysorozaton nagyon-nagyon jó szemű bírók vannak, olyan emberkék ülnek ott fenn, akik nagyon sokáig drifteltek, és pontosan látják, érzik azt, hogy mikor, mi, miért történt. Ők magyarok? Igen. Külföldiek is vannak a versenyen egyébként? Ezen a versenyen most nincs, de amúgy szoktak lenni. Na, sok sikert a továbbiakban, kedves Oszi, nyerd meg a bajnokságot, legyél boldog egy életen át, jó volt? Jó. Köszönöm. Én köszönöm. Mit keres ott? Egy tasmán ördög, szegény kicsit el van fáradva, amúgy itt nem nagyon bírja, amúgy nem szeret driftelni. Nem, ő nem szeret. Szokott kiabálni, hogy hagyd már abba? Igen, ő pörög, tudod, magába. Aha.
Vikitől kaptam a páromtól, mert nagyon szerettem kiskoromban ezt a mesét. Sőt, még most is szeretem. Esküvő mikor lesz? Esküvő nem tudom, hogy mikor lesz. Nem hallottam. Nem tudom még, hogy mikor lesz. Nem hallottam. Közeljövőbe? Igen? Igen. Gratulálok. Igen. Reméljük. Gratulálok. Viki egyébként Viktor. Na jó, akkor álljunk le. Kövess, iratkozz fel, szedd alá!